Szerintem a 24. órában vagyunk magas prioritású kérdéssékkel tenni világszerte, hogy hogyan valósítunk meg egy olyan gazdasági modellt, amikor természetből nagyon kevés dolgot veszünk el, hanem a gazdaságban bent élő matériákat használjuk és újra-újra visszaforgatjuk. Lesz minden újra hasznosíthatót egy kukába. Egy átlagos ember azt gondolja, hogy ha bedobja a szemetet, amit használ például egy PET palackot, vagy egy fóriát, az mondjuk polietilénből készül, egy helyre majd újra hasznosodik, mert nem így van. Ez a 90%+, ez ugyanúgy nem kerül újra hasznosításra. Legtöbbször csak az értékes műanyagokat veszik ki ebből a szeménből, a többi az ugyanúgy a természetbe kerül, és tragédia az egész. Célag volt, hogy ezt a rengeteg műanyag hulladékot, amit a városokban termelünk, valamilyen hasznos formában tudjuk felhasználni. Én a Kornuszon végeztem, tájépítészetet tanultam, elkezdtem a szakmában dolgozni, és utána jött az ötlet, hogy miért ne lehetne azokat a hatalmas felületeket, amiket szürke betontérkövekkel burkolunk be, valami környezetbarátabb építőanyaggal beépíteni, és akkor jutott eszünkbe, hogy lehetne térkövet műanyagból is készíteni, és aztán a fiúkkal együtt gondolkodva jutottunk el a jelenlegi ötlethez. Ez egy design napelemes térburkolat, ami képes igazából a napfényéből elektromos áramot előállítani, illetve tökéletes kiváltója a hétköznapi életben megszokott burkolatoknak. Az újrahasznosított műanyag kompozit vászetén egy úszásmentes és egyzett üveg szendvics panelben napelemszer megtalálható, és így tulajdonképpen a térburkolat termel energiát, vagy ha úgy tettük, akkor járható napelem felületeket sikerült létrehoznunk. A napelemek minden olyan helyzetben teljesen jók, és igazából valószínűleg nem is szükséges őket kiváltani, ahol felel egy klasszikus családi házban, most felrakják a tetőre, és egyelőre ez egy nagyon jó megoldás, de nagyon sok olyan városi terület van, ahol abszolút nem megengedhető az, hogy mondjuk napelem parkot hozzunk létre, hogy ott legyen lokális energiaforrásunk. Budapesten a pop-up parkban így összesen 16 darab telefontöltő volt kihelyezve, ebből két vezeték nélküli, a többi az klasszikus USB-töltő, illetve a térnek a dekor világítását tudtuk igazából biztosítani az ott lerakott 3 négyzetméter napelemből. Mindenki örült, töltötte a telefonját, mikor volt egy ilyen pár percnyi ideje, a busz megállóból odajártak az emberek, tehát így tényleg egy ilyen nagyon jó visszajelzést kaptunk. Mi elsősorban egy-egy lokális energia problémára próbáljuk ezzel a termékünkkel a megoldást keresni. A Göteborgi projektünk egy ilyen megvalósítás, ahol konkrétan egy úszópontonoknak a fellete lett igazából ebből kialakítva. Ez egy nagyon-nagyon ideális megvalósítás, ugyanis nagyon kicsi a forgalom rajtuk, folyamatosan süti a nap, és nagy az áramigény is igazából az ilyen kikötőkben, mert az összes hajónak az akkumulátorát töltik, illetve a gépészete az ugyanúgy töltésre szorul. Termékesítik igazából egyelőre magát az ötletet. Ebben is elég jól haladunk. Hajdunánáson alatt tudtunk ki ilyen összeszerelő üzemet, ahol folyik jelenleg is a gyártás, és magának a gyártásnak a felskálázásán, illetve optimalizálásán dolgozunk most így nagy erőkkel. Ennek pedig pont az a lényege, hogy igazából jövőben sokkal olcsóbban tudjuk adni a termékünket. Európai Uniós szinten sikerült megnyernünk egy Horizon 2020 fázis 1 pályázatot. Ezt a tavalyi évben kutatásfejlesztéssel használtuk rá. Illetve van egy GINOP prototípus pályázatunk, amit sikeresen megnyertünk. Ennek a keretében pedig jelenleg is dolgozunk. Magyar átlagos háztartásnak az éves energiaigényét nagyjából 10 négyzetméter Platióval tudjuk felezni. Ez azt jelenti, hogy egy kocsi behajtót, egy kocsi felhajtót kell leburkolnunk. Azt látom, hogy a piac a meglévő problémáikra adott jó válaszokra igenis nyitott és könnyen befogadja. Azt javaslom, hogyha valaki egy friss ötlettel indul, mindenki próbáljon meg egy jó csapatot találni hozzá, a csapata minden. Pontosan mit is jelzek, mikor a termékre gondolok. Alapvetően büszkeséget, szerintem ez így mind a háromban nagyon intenzíven benne van, illetve rettentősök a kihívás. Még ami így előttünk áll, nagyon sok dolgot meg kell oldanunk ahhoz, hogy ez a termék sikeres legyen. Hogy 5 év múlva a világszámos piacán meg tudunk jelenni a termékkel, és hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egy zöldebb és fenntarthatóbb világban élhessünk.